A Szerencs határában lévő 8 hektáros területet az idén tavasszal zöldségtermesztésre készítette elő a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. A közfoglalkoztatás keretében a területen megtermelt csemekakukorica, zöldbab, zöldborsó, sárgarépa, zöldségburgonya és káposztafélék a helyi konyhákra és a piacra kerültek. Az idén március közepén indult a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program, amelybe szerencsén 37 bérpótó juttatásra jogosult munkanélküli kapcsolódott be. A takarítói, kisegítői, kézbesítési feladatok mellett a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft-nél 20 fél éven keresztül értékteremtő munkát végeztek. Erre a célra 10,5 millió forintot nyert pályázat útján szerencsön kormányzata. Az összegből 1,7 millió forintot fordíthattak anyagvásárlásra, például a vetőmagvak beszerzésére és a földműveléséhez szükséges eszközök megvételére. Ez utóbbi a káfáját és a bérköltségek 25%-át a város költségvetéséből fedezte. Bár a késő tavaszi földmunkák, majd azt követően a csapadék hiánya nem kedvezett a magvaknak, de az öntözésnek köszönhetően kikeltek, majd a termést is betakarították a dolgozók. A nyáron piacra is jutott a zöldségfélékből, aminek ugyan nem nagyon örültek a gazdálkodók, hiszen a fogyasztói árnál 50%-nál olcsóbban kínálták a portékát a helyi piacon. A végelszámolás megtörtént, és Tóth István a cég ügyvezetőjének a tájékoztatása szerint az eddigi árbevétel meghaladja az 1 millió forintot, és a támogatásnak köszönhetően nyereséget könyvelhetnek majd el. Bár még van zöldbabból, karalábéból, sárgarépából, csemege kukoricából, káposztából raktáron, aminek az értéke meghaladja az eddig még hiányként jelenkező 900 ezer forintot. A tervek szerint a zöldségtermesztés jövőre folytatódik, a 8 hektáros területet már készítették a tavaszi vetéshez.